Az eddigi öt helyet három bizottsággal fog működni a szekszárdi közgyűlés. Ez az előző ciklusban is így volt. 2019-ben viszont az éjjel szexárd tagjai öt bizottságot hoztak létre háromba csak a saját delegátjaikat jelölték, egy bizottságot kaptak a kormánypárti küldöttek, egyben pedig négy ilyen és egy kormánypárti tag foglalt helyet. Vagyis a döntések meghozatalából gyakorlatilag kizárták a fidesz kdmp t Emellett megemelték a képviselők a bizottsági tagok és az elnökök tiszteletdíját. Ezt a döntést korábban Ács Rezső már módosította, megfelezve az éjjel által megalkotott kiadásokat. Ez éves szinten 5 millió forintot hagyott az önkormányzatnál, a bizottságok által Alakítása pedig újabb több 10 millió forint megtakarítást eredményez. Ez éves szinten, attól függ, meddig rendszer, fönn 30 millió Jelenten, ez havonta millió forint. Az új struktúra szerint gazdasági, humán és szociális bizottságok működnek majd Szexárdon. A gazdaságiba és a humánba a kormánypártok és az ilyen Szexárd frakció is három-három tagot delegálhatnak, míg a szociális bizottságba 2 2 kettő A gazdasági bizottság hetedik tagjára a polgármester tesz javaslatot, a humán bizottság esetében a két frakciónak közösen kell ezt megtennie. A szociális bizottságot Zaják Rita polgármesteri tanácsnok vezeti majd ő jelölhet egy hatodik tagot, a polgármester pedig egy hetediket. Az átalakításnak köszönhetően megmaradó évi 30 millió forintot abba a pénzügyi alapba helyezik, amit a járvány miatt nehéz helyzetbe jutott szexádi mikro és kisvállalkozások támogatására hoztak létre. Egyértelműen a kisvállalkozásoknak családok szeretnék odaadni, és ezzel szeretnénk segíteni az újraindítás, vagy éppen az indítás. Ács Rezső a döntés előtt kikérte két közgyűlési frakció véleményét, de csak a kormánypártok részéről érkezett módosító javaslat. Ezt a részben be is építették a végleges struktúrába. Az ilyen szexuál tagjai nem válaszoltak érdemben az előterjesztésre. Bomba Gábor ezzel kapcsolatban a Facebookon tett közzé egy bejegyzést. Szerinte a most bevezetett bizottsági struktúra nem tükrözi a választások eredményét. Arról viszont nem ír, hogy az általuk megalkotott rendszer évi 30 millió forinttal több kiadást eredményezett az önkormányzatnak, vagyis a Tolnai megyeszékhelyen élőknek.